Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk a Joy 15. születésnapi bulián. Mellettem Szarka Sári. Szia, Sári! Szia, hello! Gyönyörű vagy, nagyon jól nézel ki. Mennyit készültél a mai estére? Hát, hogy őszinte legyek, nem sokat. Igazából 5 perc alatt dobtam össze mindent. De hát mégiscsak sikerült valahogy felöltözni. Ugyebár egy születésnapi bulin vagyunk. Melyik volt neked a legemlékezetesebb születésnapod? Hát, azt hiszem, hogy... Ugye nekem nagyon nagy a családom, és ritka az az alkalom, amikor mindannyian összegyűlünk, úgyhogy emlékszem, a 16-on mindannyian együtt voltunk, és az nagyon-nagyon jó volt. Esetleg valami nagyon emlékezetes ajándék, vagy mondjuk a barátnők, család, voltam már, hogy megajándékoztak téged a Csippendél fiúval? Olyan még nem volt, eddig csak kiskutyát kaptam, de annak nagyon örültem. Te a Budapest éjjel-nappal egyik szereplője vagy, mennyire tudsz azonosulni a szerepeddel? Vannak olyan dolgok, amikkel teljes mértékben tudok azonosulni, és vannak olyanok, amikkel nehezebben. Ez ugye a szerep lejárója. Eltalálták neked a karakter? Tehát körülbelül a magánéletben is ugyanilyen kis csajsz vagy, mint a sorozatban? Hát én is ugye tinédzser vagyok, mint a Hanna, tehát jobban át tudom érezni azokat a problémákat, illetve azokat a dolgokat, amik vele megtörténnek, ennek köszönhetően, hogy én is ilyen fiatal vagyok, és végül is ugyanezeket élem át. Mennyire forgatta fel az életed, hogy most már sorozatban szerepelsz, megismernek-e az utcán, volt-e kínos szituáció ebből adódóan? Kínos még úgy igazából nem, tehát az utcán nem kaptam soha a negatívumot, rengeteg pozitív élmény ér így a rajongók által, nagyon sok, tehát nagyon-nagyon szeretem őket, nagyon jó, és hát az életem az teljesen felfordult és teljesen megváltozott. Van-e esetleg nyáron valami kis tervezett nyaralás, vagy nagyon sok a munka? Van, hát lesz szünetünk, és arra gondoltunk a család, hogy elmegyünk valami jó kis tengerparthoz. Én nagyon szeretem a tengert, úgyhogy erre gondoltunk. Köszönjük szépen az interjút, és jó szórakozást kívánunk a ma estéhez. Én is így kívánom. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk